Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Heroes 5 23. része. Az előző részben ugye sikerült megcsinálni ezt a első pályát, és akkor lássuk csak a másodikat. Márkás Isabella, holt és élő között szövetség jött létre, a Necromanta tervének következő része, Lorkeep meglátogatása, valamikor ez a város volt a Necromanták fészke a Griff birodalomban, még a fanatikus lovak meg nem semmisítették. A város telte most Markál halas ellenségeinek, az ezüst városok varázslóinak birtokában van. Hát jó. Akkor kezdő bónusznak. Mondjuk ez a két lics. Markál and his evil magic. This is blasphemy. This is blasphemy. Isten káromlás. He had been a counselor of Queen Fiona, your own sister. Did he tell you that I exiled him with Nikolai's blessing the day she died? What? No, but still, his plan has merits. Return a king to the throne, chastise the mages. Should Cyrus go unpunished? Did he not laugh when you asked for aid? Yes, he laughed at us, and at Elrath, and at our piety. The mages have no dragon, Godric. They are godless. Worse, they would make themselves gods. And Cyrus is the worst of that arrogant lot. But our empire has been weakened, and war... The kingdom is fragmenting. Only Nikolai's spirit can restore peace. Maybe. Still, I do not trust Markar. We exiled him once for his schemes and treacheries. I fear what may happen if we let him return. We are wasting time, Godric, and the Empire needs us. As the Queen, I am going, and by your oath, I ask that you follow me. I remember my oath, and I will go with you. But that does not mean that I agree. Godric, Godric, de majd kocs vagy. Szóval akkor most Markállal meg Godrickkal vagyok együtt. Hát akkor vásároljunk valamit. Ilyen paraszkúnyókat. Csak mekkora serege van? Hát nem sok. Akkor megküldetésünk. Lorkeepet kell megtalálni. Hát én elnézek errefele. Nem tudom, Godrickkal meg... Kolosszussal nem kéne szembeszállni, mert az azért az erős. Viszont mondjuk ez a fagyűjtőhely jó lenne. Ja. Hát habár lehet, hogy Markállal csinálom inkább gyűjtögetés, mert akkor tudok sereget is toborozni. Mondjuk az acélgolemből nem, szóval azt elismerem. Kicsi sokan vagytok, basszus. Ja, mondjuk egy tömeges isteni erő. És eleinte csak védekezek. Mert nem kellett volna neki mennem ezeknek. Mint eléggé sokan vannak. Még egy kört várok. Hát Godrickkal meg az íjászal le tudom egy kicsit sebezni őket.
Jó, az meg is halt. Most inkább csak összeesett. Basszom, ezeknek végtelen visszatámadások van, ugyanúgy, mint a Griffithnek. Szóval nem igazán jó ellenük harcolni. Na, legalább nem támad vissza, mert ilyen bénító támadással támadtam. Ez. Hát, ha meg... Hát, ebben nem lesz bénító támadás. Viszont legalább egy griffem se hal meg pont. Ezzel már inkább nem támadok. Mondjuk ezzel. Na hát meghalt egy. Az nem nagy gond. És legalább megvan az érc bánya. Hát ezek még nem hiszem, hogy csatlakozni akarnának hozzám. Lehet, hogy ha majd nagyobb sereget gyűjtök, akkor majd. Narancs szín játékos köre. Az a csonti vajon hozzám csatlakozik? Remélem. Ah, tökéletes. Jó. Titán. Na, azzal nem érdemes újat húzni, mert az jelenleg nagyon erős. Csak olyan át kell menni oda? Lidérc. Az még lehet, hogy csatlakozik hozzám. Egy kis próbálom, hát ha. Itt veszek egy faluházát, hogy több pénzem legyen. Meg azt a táncost leverem akkor. Ne legyen ott útba. Kell a fa. De mennyien vagytok, basszus. Ez így nagyon nem jó. Az csak egy földön túl nyíl a megölökhatott. Hát elegendő az. Kellnek valami erősebb varázslatok. Jó, egynek annyi. Kettőnek is annyi. Hát már megtámadom, muszáj lesz. De sok védelmük van. Az anyját még megtámadta az IS-emet. Na. Ezek is egyé váltak a természettel. Legalább. És most már nyom a fűrész malom. Én már ott ment egy ellenfél. Mostantól jöhet a fa.
És akkor mondjuk ezt veszem meg. Jobban járnék szerintem, hogyha Markával foglalnék be ilyen házakat, mert neki nagyobb a serege azért valamennyivel. De ezt a lidércet meg kell szereznem onnan, szóval ez a Jean útban van. Mondjuk így. És akkor Markál a... Ó, egy jégcsapás. Ötöt el is visz. Tökéletes. Bár ez mindig nem lesz elég így. Valaki meg fog halni tőlem, az biztos. Addig jó még varázsol. Ú, meghal egy licsem. Azt még valószínűleg fel tudom támasztani. Legalábbis remélem, hogy majd a visszajön hozzám. Így. És ennyi. Mehetek vissza a lámpásotokba. Jó, visszakaptam. Tökéletes. És csatlakozik, hát meglepődtem volna, hogyha nem. Tin-ti-ti-ti. Faiz. Hú, basszus. Nagyon jönnek ezek a varázslók. Nincs, amíg ezt építem meg. Ezt a golemet is leverem már. Markallal szerintem azt kéne csinálni, hogy az szigetet kifarmolni ilyen nyersanyagokból. Hát, mert akkor legyen a jégcsapás ugyanúgy. Ja, bazza, hogy leverem ezeket. Igaz, hogy ebben nem hiszem, hogy így, hogy csontvázat fog csinálni Markal. De az is, hogy legalább így letisztítom a térképet. Több lesz a csontvázam, ugye? Na baj, titánokat azt nem fogom tudni elverni. Kevés varázslatom van. Ne nyomok már akkor egy gyengeséget. De talán egy lidércem meghal talán. Én nem szeretnék elveszíteni lidércet. Na akkor pont jó. Kis tudom végezni. Tetszik ez a kaszás. Most tudom, miért nem az a neve, hogy kaszás. Csak ez egy kripta. Ugye, hogyha legyőzöm őket, akkor kapok kincset tőlük. Csak ennyi. Hát ez lófasz. Azt hittem, hogy tesznek lidérccel mindennel. Nyomok egy földön túlnyílt, az elég lesz rá. És már csak a zombi barátunk maradt. Mennyien jobb lenne, hogyha mondjuk ezek is hozzám csatlakoznának. A lidércem nem tudok kijönni, mert ott van a szikla. Rossz helyre raktam. De majd az éjjászai már intézik.
Mire elér hozzám, addigra már legalább halott. És ki is feküdt. Na, vajon kapok plusz csontit? Nem. Hát kár. De jó lenne az... Semmit... Ó, az tök jó az egy szarú szarvi. Az IS-aimnak pont jó, legalább csontinak. Hát ez még nem csatlakozik hozzám. Büdös paraszt. Akkor mondjuk ez az IS talán csatlakozik hozzám. Áj, miért is csatlakozna? Konyak már egy ilyen föntúnyat. Hát jobb lett volna, hogyha Markkal támadom, meg legalább csontikat tudnék csinálni belőlük. Bocsi, ezt meg kellett vágnom. Mert igen, neki mentem. Nem lett túlságosan jó eredmény, szóval nem menjetek neki, mert... eléggé nagy sereget veszel azért. Hiába le tudom verni, de nagy sereget veszel, szóval... nem hiszem, hogy megérni. És akkor lássuk. Mondjuk erre jövök. Mit vannak? Hidra. Csak aranyat ad. Nem kell az. Csak fogadó. Akkor legyen védekezés mondjuk. Ezt az aranybányás fogom egy fekete sárkánya megküzdeni azért. Nem szeretnék vele. Mit rohangáltok ti meg össze-vissza? Akkor már csak ez az egy út van. Ó, vámpír úr. Az remélem, akkor csatlakozik hozzám. És ezt mit fejleszek, mondjuk ezt. Csatlakozik, tökéletes. Ó, basszus, ezen át kell mennem. Ez is kemény ellenfél. De legalább egybe vannak. Hány boszorka. Nagyon erőset tud lőni. És pont a vámpíromat. Majd a vámpírrel, mert úgy kiszív magább, kiszív belőle jó pár életet. Ja, vissza is szívta magában. És akkor viszlát. Bosszika. És kaptam azt az egy veszteséget. Itt erre mi van? Hát nem érdekel, hogy itt vagy hétre a uraság, de én meg küzdök elned, mert legalább egybe vannak. Azt szeretem a legjobb, amikor egybe van az egész. Nem kell három felé lőni. Na, de nehezen haltok. Mindig ez vagy, ezek a nagy egységek olyan nehezen halnak, mert baszott túl sok HP-ja van.
De már következő köröd nem lesz szerencsére. Azt nem éli túl. Jó kis csontváziás seregem. Ebb az a legerősebb egységem jelenleg. Plusz ugye jön folyamatosan. Vázsat megtanuló kitartás. Mi ez? Orgyilkosok. Nem álltok ilyen felderítőt venni. Na szar. Még egy. Na akkor vár is megküzdök, ha már mit szólsz. Hát ilyen merész vagy, hogy ide mertél jönni az arcomba. Akkor szenvedj, írbet. Jó húja vagy. Legyen a jégcsapás, mondjuk. Nem is tudom. Erre. Ja, jó, mert ugye ez területek sebez a lich. Úgyhogy az úgy tök kettes. Úgy nem tudom megvenni az Aim matriacsáját. Ez az Aim boszorka fejlettebb változata. Ami erősebb. De miért pont a kísértetemet támadjátok komolyan? Ez már fájt azért. Én megtámadom ez a vampírról inkább a hidráját. De miért a kísértetet lövi? Mit ártott az a szegény nektek? És akkor legyen mondjuk, nem is tudom. Vagy még tud ez varázsolni egyet. A féle árok ezzel, hogy megint tűzlabdát dobjon rám. Mit csinálsz? Jó. Te elmész te a faszba, komolyan. Írbet, írbet. Elég igalád vagy. Lila játékos vereséget szenvedett. Legalább nem lesz Lila játékos köre. Fasza. Ennyit értek. Ja, itt bujkált. Csak rám várt, vagy mi? Hát ez érdekes. Csak Kovács. Plusz egy varázsa előtt ad. Minek nem kell az nekem. Ezt a város se fogom szerintem teljesen felhúzni, mert egy anyagom nincs rá. Kettő, minek? Elértem az utam végére. Hú, basszus, mennyien vagytok! Jöjj, te jó ég, ez van vagy 70 Minotaurus. Bassza meg! Na mindegy, akkor szedem mondjuk elsőnek ezt. Jöjj, ide tökön lőtte! Szegény Minotaurus, miért kell tökön lőni? Mit varázsoljak? Nem értem, hogy még... Varázsak már egy tűzcsapdát. Hát, ha belemennek.
Vagy nem. Igaz, ki a hülye, ki az a hülye, aki belesétel? Főleg amikor látszik, gondolom. Hát ez fölösleges volt ez a varázslat. Csak vegyünk le ebbe egy kicsi életet. Csak akkor már egy földön túl nyíl a megölöm mondjuk a jégcsapással. Hát, akkor ebből vegyünk el egy kicsi HP-t. És akkor lejön mondjuk ez. Na itt fogsz támadni köcsög. Ó, hát a licsemet. Csak ez kétszer támad. Hát ez nem volt jó ötlet megtámadni, mert második támadásod nem lesz, haver. És akkor ki is végzem. Viszlát, hogy tökön szúrta. Azt látok, melyen kutat, mert ez ugye visszanyom az összes manámat. És akkor láss csak ez merre vezet. Célok teljesítve. Jó. Más csak. Pusztítsd el az ellenséges sereget. Glenn Godrick. Godrick, nocsak. De itt találkoztam már Godrickkal. 337. Tökéletes. Itt azért csinálok egy mentést, hogy hát ha valami gond történik. És akkor őt kell levernem. Hát jó, akkor várjuk le. Viszont már több mint egy ezres csontváziászom van. Az nem semmi. Licsemnek annyi. Hát lássa, mit szedjek le elsőnek. Mondjuk az éjászát. És akkor mondjuk le egy halásikoly, hogy kevesebb marájuk legyen. És a lovagját kezdem el gyalulni. Paplovag. Igaz hatalom, mi? De sok élete van ennek is. De a bal szerencsésen távol. Azért az egyezres íjász szerintem nem fogja leverni egy könnyen. De jó, legalább, hogy bal szerencsésen támad a szorházi. Csak mondjuk ez. Ó. Én meg szerencsésen, pont jó. Viszlát paplovag. És akkor nyomok egy jégcsapást, mondjuk erre. Griffre. Hát ezeknek úgy érzem, hogy semmi esélyük nincsen. Már azért, mert több mint egy ezres
csontváziászom van. Szóval, ja. Elég kevés az esélyük szerintem. Lásd csak, menjen ez erre. És akkor az őslit cseki és végzem parasztját. Viszlát paraszt! Hát ez easy volt, azt kell mondjam. Szevasz Godric, meg Isabella. Vetteik vagy. Meg itt vannak. Hajókáznak ezek a szerencsétlenek. Csak az az éjjász is útban van. Csatlakozik. Hát ezt még elfogadom akkor, mert jó, ezt Godricnak odaadom majd. Ez már ilyen piac teret. Már jártam? Akkor lásd csak. Na hát ez meg kimer állni ellenem. Zuhanó támadás. Wow. Akkor viszont... Ja hát igen, nem tudok semmire elnyomni. Ez így érdekes. Viszont minden arrébb kell mozognom. Mivel szerintem a csontvázi jászomra nyomták. Nem, a zombimra. Hát betoljok. Mi a szar ez? Hát ilyet még nem láttam, hogy a... Hogy a neutrál... Birodalmi griffek zónú támadásba kezdenek. És megint. Mi a szar folyik itt? Ment arrébb kell mozognom. Zuhanó támadás. Mi a szar? Lidert szemre, hát hogy volt Merced? Igen, lekaszállak a gecibe. Ez egy beszarás. Csak mit támasszak fel? Amik akkor ezt a 18-at. Francia nem tudom leszedni. Még valamit fel kell támasztanom. 5. Akkor mondjuk még ezt a 17 zombit. És akkor nesze. Zuhanó támadás. Ilyet még nem basztom. Vámpírt kapok érte legalább. Az tökéletes. Varázstárat találtam. Megőrzött legalább egy csomó jó nyersanyagot.
csak ez pont jó, Citadella. És következő meg is tudom építeni a Kapitóliumot. Amúgy azért jó, hogy... Mit tudnak ezek adófizetők? Csak Markának inkább most védekezés kell. Godricnak meg majd támadás. Jó, nem már valami gyakorlat logisztika, vagy bármi. Csak az mit ad? Túlvilág átka. Az mondjuk nem rossz. Tekert szóval... Az kell nekem. Új basszus. Legalább egybe vannak. 23. Na hát abból feltámasztás lesz. Nem akkor elsőnek egy jégcsapást inkább. És majd következők támasztom fel. De már lőni nem fog tudni, mert ott van a vámpír a seggébe. Nagy rábaszott a kalapácsával. Ez most mi a fasz, hogy csinál? De fura, hogy nem támadott most inkább arrébb. De esetre ezt a 23-at fejlesztem inkább. Remélem egy lidércem se fog meghalni. Miért a leggyengébbet támadott a szar? Alig van varázserőm. Újra kéne tölteni egy olyan kútból, ha találnék. És ki is feküdt a Inquisitor. Lásd csak, melyik legyen. Mondjuk ez a gyakorlat megvilágosodás. Most gyűjtök pénzt, mert kell az a Kapitólium, hogy több pénzem legyen. A szarvos hete. Semmik vannak. Győzd le az őröket, hogy megszerezd a kincseket. Ennyi a sziget? Na jó, akkor itt csak egy mentést inkább. És akkor ezeket le is verem. Remélem. Mit adnak ezek a mágusok? Ezt mondjuk ide. Így. Hú, basszus, de sokan vannak. Húha. Ez így nagyon nem jó.
Jobb lenne inkább a jégcsapás használ most. Na most mire nyomja azt? Hát a licsemre. Passza. Igaz, hatalom. Ujjaj. Legalább ilyen véletlen varázslatot nyomott ez a szerencsétlen. A mágusát kivégzem az egyiket legalább. Ezzel nem tud visszatámadni a rohadt dzsin. Az ideje lenne feltámasztást használnom, de mire? Mondjuk ez a 9 vámpi az kéne. Ne varázsoljál, mert te szarházi. És azért is varázsol. Ez hülye? Megölti magát. Ezt a két lidércet is ér... Érdemes lesz, szerintem feltámasztom. Így, né? És mennyit varázsol? Mennyi varázsolja van ennek a szarnak? Pont 5. Na jó, most inkább viszont kivégzem. Lehet, hogy jobb lett volna inkább a vampírral végzem ki, mert hát ha nyer vissza erőt, na, legalább visszakaptam a vampíromat. A licsemnek oda lett. Hát ez van. Akkor már csak azt a kolosszus kéne valahogy levernem talán. Lehet, hogy erre gyűjtök. Kell nyersen ott is, akkor mondjuk innen fogom folytatni a következő részben. Akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, hogy iratkozzon fel. És következőleg meg nem sikerül egy hajót építenem. És elhajóznom errefele. Akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, hogy iratkozzon fel, és akkor találkozunk majd. Addig is sziasztok!